Hello, hello, szia, sok szeretettel üdvözöllek a mai videóban. Csodás napot, reggel, estét, bármikor is nézel ezt a videót, mert fantasztikus időket élünk, beléptünk a legnagyobb bika ciklusba, és ugye héterén volt egy kis korrekció, mindenki megijedt, mindenki azt hitte, hogy lemegy a bitcoin, akkor a kápolyóslata valóra válik, és lemegy 12 ezer dollárra, hát nem ment le csak 40 ezer dollár közelébe, és visszapattan, és az altcoinok a átmeneti korrekció után eszembe megindultak. Én Denklán Miklós vagyok a Cryptomines alapítója, elhozom neked a legfrissebb kriptóireket, technikai nemzéseket, Altcoin, NFT, DeFi, AI és Web3 udonságot, hogy ezzel edukáljak az internet és a pénz evolúciónak a következő szintjéről, ami nem más, mint a kriptó, úgyhogy csapjunk is bele kérek egy kövér lájkot, azaz sok-sok szeretettel nyom meg kérlek a like gombot, ezzel segít a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutassa ezt a videót, és ha minél több ember nézi a kriptos tartalmakat annál, többen fogják használni, azaz jót teszünk az emberiséggel, és az emberiség pedig jót tesz a kriptoval, mert elterjeszti. csapjunk, és bele, és nézzük. El kell, hogy mondjam, ugye, hogy ami itt a videóban, illetve bármilyen formában a csatornánkon található információ, az nem pénzügyi és nem befektetési tanács. Ez kizárólag edukálási és szórakoztatási célt szolgál. Mindig tedd meg a saját kutatásod az adott kriptoeszközről, projektről, nézz utána, Miért fel a saját pénzügyi helyzeted? és ennek megfelelően hozz egy jó döntést. Fontos, hogy ellátogass a YouTube csatornánkra is, itt megnézzél pár videót. Amit mindenképpen nézzél meg, ez az, hogy hogyan hozd ki a legtöbbet a legnagyobb kripto bika piacból. Ez a videó címe. Borító itt van, hogy 100x, 10x kripto, úgyhogy ezt a videót feltétlenül nézd meg. És persze az egyéb videókat is nagyon-nagyon javaslom megnézni, főleg ugye például az őket becsatolni készen állsz -e. Ezen videókat valamit érdemes megnézni az update-eket a, a projektekről, amikről, amikkel foglalkozunk, úgyhogy ezeket mind ö, megtalálod itt. Ugye a Dézinek is volt egy ö, elég komoly bejelentése az új projekt kapcsán, úgyhogy ezeket itt mind megtalálod. Készülünk a Karácsonyra egy hét múlva Karácsony és ugye számos akciót, promóciót látunk, mind ugye mozaik, novalusznál, mind ugye púznál, fantasztikus. 2 plusz 1, illetve 5 plusz 1 akciókat látom mindenhol, viszont sajnos ugye a Vagyonépítés Kriptovalutákkal című könyv az elfogyott a készlet, úgyhogy majd talán a két ünnep között, vagy ugye karácsony után, vagy lehet, hogy már csak új évkor lehet újra rendelni, úgyhogy egyelőre nem tudod sajnos megrendelni. A, amint érkezett készlet jelezni fogom, viszont ezt a fantasztikus bitcoin érmét ezt meg tudod rendelni. Mindjárt mutatom, hogy milyen dobozban érkezik, egy ilyen szuper díszdobozban érkezik meg. Nagyon, olyan, mintha valami ékszer lenne benne, és persze, hogy ékszer, mert ugye itt van benne a csodálatos bitcoin érmény, ugye én kettőt is rendeltem. Lehet rendelni egy ilyen kis üveglappal, és akkor ki tudod tenni a falra, vagy bárhova, illetve lehet rendelni egy ilyen nagyon fantasztikus kis fa állványjal. Én ezt is választottam, úgyhogy beleteszed, és látod, milyen gyönyörűen villog fényesen, és ugye ezt lehet forgatni, lehet ö, ö, elforgatni, hogyha éppen máshogy szeretnéd. Azt gondolom, hogy ez fontos, mert ugye egyrészt ez egy aranyozott térme, tudjuk, hogy az aranynak hatása van. Egyéb, ö, hatása van a rezgésünkre, felemeli a rezgésünket, olyan, mintha a napenergiát szívnánk magunkba és ez egy aranyozott érme. Szóval ez nem csak egy sima rézérme, ez egy aranyozott érme, legalábbis a legjobb tudomásunk szerint. Aranyozott érme. Hol tudod megrendelni? Link a leírásban. Na hát látjuk, hogy a buborékos csárton a bong, a solana épült meme coin kiveri a biztosítékot, több mint 100 százalékkal növekedett. Szóval ez gyerekek, ez tényleg, ez már, ez már, Hogyha nem most kezdenénk a bika, bika, bika piacot, akkor azt mondanám, hogy már a vége fele vagyunk, mert ez crazy, ez teljesen őrült, hogy egy Mimcoint coin 100 a fölpumpálnak, és úgy, hogy már így is a market capje, azt gondolom, hogy elég, elég maga. Tessék, bonk! 44. helyen van a coin market, illetve a coin de ugye ez nagyjából azt jelenti, a coin is, és elképesztő módon tör fölfelé, nézzünk rá az egyéves chartra. Hát ez gyerekek, szóval ezt, ezt, ezt számokba ki se tudom fejezni, mert ugye ezeket a mintcoinokat ráadásul olyan apró millicentekről kezdik el követni, de elképesztő. De mondjuk nézzünk egy market cap-et, talán az beszédesebb. A market cap 11,6 millió dollárról jelenleg tart 1,79 milli, milliárd dolláron. Szerintem ezt ki fogjuk tudni számolni. 1798-ban a 11 hányszor van meg, 163 szorosan ment föl. Jó, viszont ugye <laughs> erről majd mindjárt mondok valamit, és akkor egyből látogassunk el a Telegram csatornánkra, itt van például Tamás, aki, aki úgy itt segít, illetve benne van a Cryptomines Corionics csapatába, Ugye azt mondja, hogy ő biztos konzervatív, de én akkor felröbelül benne az, hogy, hogy, hogy Ugye ezt a MemeCoin-t listázza a Coinbase, a Binance, meg, meg mindenféle a legnagyobb tőzsdék listázzák, ugye főleg a Coinbase, aki egyébként értékpapírt nem akarna listázni, hát akkor a, egy MemeCoin az micsoda, hogyha, ha nem, ö, nem minősül értékpapírnak. ugye az egyéb nagy projekteket nem listázza, amik mögött ott van a fundamentum, ott van a fejlesztői ö, tudás, és valójában technológia. De hát ez az, amit az emberek szeretnek, hogy az emberek szeretnek szeren szerencsejátékozni, szeretnek gamblingezni, szeretnek lottózni, úgyhogy ö, azt kell mondanom, hogy be kell állnunk a sorba, úgyhogy a research csapat, amit ugye itt kiírtunk egy, ebben a videóban kiírtunk egy nagyon-nagyon frankó kis, ö, hogy mondjam, bővítjük a kriptomás csapatát, azt kell mondanom, hogy ide beleveszünk, ugye itt a meme szerintem már valahol írtam is, gambling, itt van meme coin, szóval meme coin a 10x, x kihívásban, vagy lehet, hogy nyitunk egy 1000x kihívást, ahova a meme is fel fogjuk venni. Egyébként ez arról szól, nézd meg feltétlenül ezt a videót, itt megtalálod Pinelt üzenetben a, 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 Telegram csatornánkon, a Telegram csatornánk linkjét meg megtalálod a leírásba. Ez ugye arról szól, hogy olyan embereket keresünk, akik vagy a technikai elemzés és a, 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 a kereskedés terén, ügyesek és tudnának nekünk bedolgozni, illetve olyanokat, akik különböző, különböző narratívák, AI, DeFi, gaming, gambling, real world assets, meme coins, web 3, le tudják kutatni a jó projekteket, amik, amikből egy portfóliót hozunk, és ezen portfóliókat a Patreonon folyamatosan frissítjük egy kihívásból, hogy százszorozni, meg tudjuk százszorozni a portfóliót. Valamint az airdropok, airdrop mining, különböző DeFi, farming, staking lehetőségek, és ugye a launchpadek, ahol az új projektek indulnak, és ezek az új projektek nem csak 100x, hanem akár 1000x-et is képesek csinálni. Fontos, hogy Franco beszél angolul, a Twitteren és a YouTube-on kell majd kutakodnod, megadjuk, hogy melyik csatornákat kell követni. Adott esetben Telegram és Discord csoportokban is kell menni és összeszedni az infót. És ezeket magyarul lényegre törően kell tálalni, mert így tudjuk tovább felhasználni. És az érdeklődéseket a crypto tanod, ra tanodakukasz várjuk. Tárgyba írd be, hogy meg az adott területnek a neve, ami, amelyik téged érdekel. Ha több érdekel, akkor írd ír be, hogy több terület. És ugye ad meg nevet, telegram, azonosított telefonszámod, és az adott tevékenységben, hogy mit csináltál eddig, meg hogyan képzeled, hogyan tudnál te ezt megtenni. Ezt mindenképpen írd meg, úgyhogy itt még egyébként érdemes a többi ö, ö, adatot is, illetve pinelt üzenetet átlapozni. Látjátok, hogy a Patreonon a trédekkel 40 kötője 100%-os profitokat csináltatok az elmúlt 1-2 hétben. gratula ugye volt egy gratis webinárunk, egy apropó, ma is lesz gratis webinár, ma is lesz gratis webinár, a gratis webinár minden héten van egy-kettő, a leírásban van egy link, ezen a linken fel tudsz iratkozni, lefele görgetsz, megadod a e-mail címed, neved és a Zoom linket, azt ki fogjuk küldeni, úgyhogy ma is lesz gratis webinár, azt mindjárt ide föl pineljük. Aladdin -bot kapcsán ugye volt egy update, hogy milyen információkat sikerült megtudni, illetve hogy itt vannak az egyéb információk, hogy ez most egy bikacsapda, vagy valós korrekció. Szóval várunk szeretettel a Telegramon, de nézzük akkor, hogy mit mutat a kedvenc buborékos csártunk. Bonk! Igen, kiveri a biztosítékot, viszont megindult a Helium, aminek azért örülök, mert azért van itt a csapatban pár srác, többek között én is, akinek van Helium miningja megindult a kozmosz atomökoszisztéma, ozmóz is elképesztően megy, szoktuk stékelni, van róla külön videó, hogy hogyan stékelgetjük, meg az, az, az atomökoszisztéma hogyan tudunk részesedni, erről van videó a, a, a Patreonon. Áve is megindult, Franco, úgyhogy jó látni, nézzünk egy kis heti kitekintést, Bitcoin 43 ezer dollár, illetve Ethereum 23, 2300 dollár, környékén konszolidálódik, és látjuk azért, hogy Injective Protocol, IMX, Beam, Nagykervence, Kajera, Helium, eh, Celestia, Avalanche, Bonk megindult, és a Render is, mint nagykervenc, meg Rollbit is, ugye ezek, ezeket zömében trédejük a Patreonon. Na menjünk, nézzük, a, az indexünk azt mutatja, hogy a hangulat eh, még nagyon frankó, és egyébként a, a Bitcoin eh, bikánk eh, egy 2020-as eh, 2020-as eseményeket visszhangoznak, amikor is ugye 2020-ban az történt, amit ugye hasonlóan látunk itt a, a csárton, hogy ebben a, a mostani eladási hullámban valójában csak a rövid távú hodlerek adtak el, ugye így fogjuk látni, hogy a hosszú távú hodlerek mikor adnak el ezek a nagy piros kiemelkedések. Látjuk, hogy a ugye zömében, zömében az még messze van, szóval még inkább csak a rövid távú hodlerek adtak el. Ugye, ami látszik, hogy a, itt ezen a csárton beazonosítottak egy, egy bullish divergenciát, hogy az eresi lefele megy, az ár fölfele megy. Egyébként az, az jó, hogy az eresi bejött 70 alá, ez jó tett a piacnak, egyébként a Stochastic eresi crosszolt. Ali ugye arról beszél itt, hogy a Bitcoin és az ethereum beáramló beáromló tőke 20 milliárd dollár, és ez kezdi azt mutatni, mint 2020. decemberében, amikor a bitcoin hirtelen 18 ezer dollárról megindult, és ugye januárban meg kikötött, illetve nem januárban, hanem utána már májusban kikötött 65 000 dollárra. Úgyhogy ezt látjuk itt a csáton, hogy megindult 18 ezer dollárra, és 6 hónap múlva kikötött 65 000 dollárron, dollárról, és ugye közben ott volt egy felezésünk. Szuper! Bitcoinnak le kell győzni ezt a 42-43 ezer dolláros csatornát, és irány a, a nagyobb komoly ellenállás, a 63 ezer dollár, ezt mondják itt nekünk. Na nézzük a következő hírt, ami azt mondja, hogy több cég fog bitcoint a mérlegében tenni, ez mit jelent, hogy cégek vesznek bitcoint, és a pénzüket egy részét, a, ami a céges pénz egy része, nem csak euró dollár forintba, hanem, Bitcoinba tárolják. Ugye az első úttörő Michael Strategy és Tesla volt, viszont ezt segíteni fogja egy pénzügyi, könyvelői, hogy mondjam, könyvelési rendelet, mert Amerikában, a, a, akik felelnek a könyvelési szabályokért, ők létrehoztak egy szabályt, hogy most már el lehet számolni a bitcoin nyereségeket, veszteségeket, korábban csak a veszteségeket lehetett, és ezért egyre több cég fogja a bitcoint betenni a mérlegében, és nem csak a Bitcoin, hanem természetesen az egyéb kripto eszközöket is, úgyhogy ez is nagyon-nagyon bulis a piacnak. Oké, okay, következő hírünk arról szól, hogy a Bitcoin 80 ezer dollárra raliszhat, míg a stablecoinok leelőzik a vizát 2024-ben. Erről szól itt pár írás, egyébként szólnak arról is, hogy valójában a Coinbase ugye a legnagyobb kriptotőzsde, a Simán meg tudja tízszerezni a bevételét, és ugye a Wall Streetnek az egyik legfontosabb szereplője lehet, a, mert ugye bika piacokban rengeteg tranzakció történik a Coinbase tőzsdén, és ugye azt becsli a Bitwise, hogy bőven felülbecsli azt, a, amit a Wall Street gondol, úgyhogy a Coinbase részvényre is mindig rán szoktunk nézni a Patreonon, több mint megduplázódott az elmúlt um, egy másfél hónapban egyébként. A másik, amit itt mondanak nekünk, hogy a killer vagy a killer rap, amit a legtöbben használnak a stablecoinok, az, hogy digitális dollár van fönn az interneten, és baromi gyorsan működik, mert ami a bankszámlán van, hívhatjuk digitálisnak, mert ugye fedezet nélküli pénz van a bankszámlán, de nem tud olyan gyorsan mozogni, mint a, a blokkláncon lévő kriptoeszközök. Ezt csinálják a stablecoinok, 137 milliárd dolláros market cap értek el, és hogyha ahhoz hasonlítjuk, hogy a ugye ez a nagy zöld, ez a vizának, ami átfut a vizán, a, 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 kis zöld, ami átfut a stablecoin-okon, tranzakció, 2024-ben meg, fogja elő, meg fogja előzni, a, stablecoin stablecoinok -ok meg fogják előzni a vizát, és euh, ugye ezzel a, azt gondolom, hogy az egész, hogy mondjam, megváltozik minden. Tudjuk, hogy a Visa meg a Mastercard dolgozik azon, hogy stablecoin fizetéseket integráljon, tudjuk, hogy a Swift rendszer is dolgozik a chainlink karöltve azon, hogy ezeket integrálja, ez mind-mind meg fog itt ö, történni. És ugye a különböző hatások az ETF kapcsán azt mondja, hogy 80 ezer dollár, ahol jövőre látni fogjuk a bitcoin árát. Úgyhogy örülünk ezen elemzéseknek. A bitcoin hat és a, a fair értéke 100 ezer dollár ö, fölé mehet nagyon-nagyon rövid időn belül. Ezt mondja Mark Jusko. És ugye jelenleg azt mondja, hogy Hát igen, 50 ezer dollárról el fogunk menni 100 ezer dollárra, és ez nagyon gyorsan fog megtörténni, és ehhez kapunk egy kis hátszelet, Ugye több okot sorolunk föl, az előző videóban négy okot felsoroltam. Nézd meg az előző videót, amiben ugye a kriptományos csapat bővítéséről is beszélünk. Mit fog, mi fog történni 50 ezer dollár felett? Jön a Having, jönnek az etf ek ugye a bitcoinra úgy tekintenek, mint egy szűkös eszköz, mint az aranyra, cégek betetik a mérlegbe, és beindul egy elképesztő FOMO. Úgy, mint a Bitcoin fölment 10 dollárról 100 dollárra, majd utána a következő ciklusban 100 dollárról 1000 dollárra, majd 1000 dollárról 10.000 dollárra. Most fog az megtörténni, hogy fölmegy 10.000 dollárról 100.000 dollárra. Úgyhogy maga, ahogy a Bitcoin fejlődik, ugye ez a hálózati hatás, ami a Metcalfe's Slow írja le, az, hogy egyre több ember használja, mivel szűkös, megy fel az ára, ezért tízszeres növekedés jön, nem csak az árban, hanem a használatban is. Na nézzük Donald Trumpot, aki ugye fut az elnök választásért, és ezt nem mondtam, de le, mindjárt a Twitteren beszélünk róla, hogy valójában a jövőre elnök választás lesz. Akár a Biden, akár a Trump, bárki fog indulni, mindenki le fogja írni a csillagokat az égről, hogy itt mekkora bőség lesz, mekkora pénz lesz, baromi sokat költenek a kampányra, beindítják a pénznyomtatógépet, beindul a részvénypiac, minden eufória lesz, minden tök jó fog kinézni, és ugye azt mondják, hogy Donald Trump, hogyha Donald Trump fog a elnök lenni, akkor simán a bitcoin árát 2024-re 100 ezer dollár fölött fogjuk látni, és a bitcoin market cap a mostani 700 millió dollárról el fog menni 2 billió dollárig, és Donald Trumpról még fogunk beszélni a Twitteren, megosztottam róla pár érdekes dolgot. Most látom, hogy itt maradt a kövér lájk. remélem, hogy, <laughs> remélem, hogy végig nyomtátok a kövér lákot, mindegy, ott maradt semmi baj. Igazából az a lényeg, hogy amiről beszélek, meg maximum látjátok egy-két dolgot, de most innentől látjátok, hogy a Twittert azért is nézzük, illetve csinálj magadnak egy Twitter fiókot, mert minden, ami kriptó, az itt történik, és kövess be Kukac Miklós Denklert, itt nyom be a harangocskánál összeset, mert itt ezeket te is meg tudod nézni, le tudod tölteni, rá tudsz nagyítani. Na nézzük, első ír arról szól, itt ugye az alsóira, hogy a Saudi Aramco, ami egyébként a világ egyik legnagyobb cége, ezt mindjárt meg fogjuk itt nézni. Ugye van egy, egy ilyen listánk, hogy a világ legnagyobb cégei, látjuk Arany, Apple, Microsoft, és a, itt van, hogyha az Aranyt leveszük, akkor a világ legnagyobb harmadik cége a Saudi Aramco, egyébként meg a Bitcoin itt van a tizedik helyen, úgyhogy nem szégyenkezhet, teljesen jó helyen van, és egy nap le fogja győzni az Aramkót is. Szóval Aramco mit csinál? A japán pénzügyi óriással, aki bankrendszer, bankokat, meg mindent tulajdonol, együtt a digitális eszközökbe szeretne befektetni. És Max Kaiser azt mondja, hogy ez fog egy 1 milliárd, bocsánat, nem, egy billió dollárt fognak ők bedobni a szaudiak és a katariak együtt, szaudi és a katar olajhatalmak együtt, 1 egy billió dollárt fognak bejomni a bitcoinba, ugye ez több mint a kétszerese. Itt van az amerikai ex-elnök Donald Trump, aki a Collective collecttrumpscards.com-on valójában NFT-ket árul. 99 dollárért tudsz venni egy ilyen Trump kardot. A korábbi Trump kardok fölmentek többszörösére OpenSea el lehet adni. Ha szeretsz NFT-ben digeneskedni, akkor jó eséllyel ennek fölmehet az ára. Én nekem még nem volt időm venni. Kell KYC, meg mindenféle nyavaja, eléggé macerás, de ha van időd, akkor szórakozz vele a, a collective Trump a collective, mi ez? CollectTrumpCards.com-on tudod. Jó, hát adjunk neki egy lájkod, like ez annyira nem fontos. Ezek viszont fontosak, és lájkod, like és oszd is meg. Itt viszont fontos hír, hogy Gary Genslerünk, aki mostanában ilyen YouTube-szár lett, kijön, és azt mondja, hogy a, a Grayscale per döntése, a, bíróság döntése az arra sarkalja őket, hogy újra gondolják az ETF-eket, és most komolyan veszik a dolgot, és dolgoznak igenis azon, hogy az, a, a, beadott bitcoin és egyéb ETF kéremekből legyen valami. Úgyhogy ez fontos. Itt van, hogy kiket érdemes követni, ezt valaki kérdezte múltkor, értem szerint, aki jön a, a Research csapatába, ők ezeket követni is fogják, egyébként kiderült én, mint követem, de kövessük a CryptoMenrant is. Ledgernél ugye tegnap volt egy kis bibi, az, hogy mitől volt, hogy egy volt alkalmazott, vagy más, nem tudni. A, amikor a simán a Ledger Live-ol konnekteltél decentralizált applikációkhoz, akkor volt egy rés, és volt, hogy elloptak 400 ezer dollárt. A Ledger valószínűleg ezt mind kárpotolni fogja, illetve megoldották a hibát, ez a Ledger Connect kittel volt, és hogy az egyik firmware-nek, minden esetre nem kell vele foglalkozni. Az, hogy most a Ledger vagy a másik jobb, mindenki eldönti, én a Ledgert használom, ezt szoktam meg, de valószínű, hogy elkezdek most akkor más hardware valeteket is használni, és meglátjuk, mert jobb megosztani, főleg, ha ha pénzt csinálunk ebben a kripto-bika piacban, akkor osszuk meg. Na hát a következő arról szól, hogy a központi bankok azok a jegybankok monetáris eszközként kezdik használni a Bitcoin 2025-től. 2025 január 1-től a jegybankok az általuk kezelt monetáris eszközök arra, és ugye mindenféle egyéb tartalékban 2% lehet, amit tartanak bitcoinban, és valószínűleg ez még változni is fog. Ugye itt van, hogy a, 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 itt a Ledger live, -val, ha valaki a Ledger live-val direktben, akkor ott lehetett probléma. Jó, ezek is erről szólnak, de ezekkel már nem kell foglalkoznunk. Jó. Oké, okay, Bitcoin, potenciális 2024-es timeline, mi fog történni? Januárban elbírálják az ETF-et, februárban elkezdenek kereskedni az ETF-fel, márciusban megjöhet az első kamatcsökkentés, ad egy plusz likviditást a piacnak, áprilisban jön a halving, megfeleződött a Bitcoin kínálat, majd szépen május novemberig csökkenek a kamatok, jön likviditás a piacra, decemberben meg ugye a, elfogadják ezt a szabályt, és ugye a sok-sok cég a bitcoint ugye beteszi a mérlegébe. Ez a playbook, amit csinálunk. Na itt van egy érdekes dolog, ugye egyelőre ez egy, ez lenne a legnagyobb fájdalom a piacnak, mert ugye itt volt egy hamis kitörésünk lefele, és hogyha lesz egy hamis kitörésünk fölfele, így 44 ezer fölé időlegesen, és utána onnan betörünk, lemegyünk 38 ezerre, ez lesz a legnagyobb fájdalom. Egyelőre, úgy itt mi ezt longban fölfele kereskedjük, a hamis kitöréssel óvatosak leszünk, illetve itt sortulunk a 44 ezer tájékán, és adott esetben figyelünk arra, hogy ez megtörténhet, mert szeret a bitcoin egyébként ilyen dolgokat, hogy minél több fájdalmat okozzon, hát ez így van. Ebben viszont itt Kevin Svensson elmondja, érdemes meghallgatnod, hogy a annyira, annyira egy e, lángész volt Satoshi Nakamoto, hogy a Bitcoin halvingot azt valójában az amerikai elnök választásokkal egy időben időzíti, és ez ugye mindig ad egy boostot, amit elmondtunk, hogy mindenki le fogja ígérni a csillagokat, bármelyik jelölt, és rendkívüli pénz, például Biden tesz arról, hogy a, a mostani e, piac baromira virágozom, mert azt mondja mondani, hogy azért ilyen minden fraca, bocsánat, Franco, mert, mert hogy ez az én elnökségem. A Trump meg ugyanúgy rá fog ígérni mindent. Na nézzük, a következőben azt látjuk, hogy szépen megindul minden, és a következő ciklus egy több eszközt érintő masszív bika ciklus lesz, ugye a különböző indexek mennek fel, ez most ebből leginkább minket hogy a bitcoin érdekel 100 ezer dollár, talán az arany 2800 dollár, de az ugye nem egy nagy az mert 20 százalék, vagy bocsánat, nem 20, de 20, nem, 40% emelkedés innen az aranyba, úgyhogy risk on assets bekapcsol, a dollár meg gyengülni fog. A dollár mindenképpen gyengülni fog, és maga a dollár gyengülése, ugye ez, amit a, ugyanúgy a, a folyamatosan csártolunk, az önmagában a többi eszköznek a dollárban kifejezett árát megnöveli, úgyhogy elképesztő ezt lájkolni, megosztani mindenképp újraposztolás. Ugyanúgy a Fed, hogy kamatok mennek majd lefele, megy lefele a dollár. És ugye Szuperul megy a bitcoin elterjedése, még csak 50 millió címen van bitcoin, és tudjuk, hogy van olyan ember, akinek 10 bitcoin címe van, úgyhogy még nagyon-nagyon az elején vagyunk. Az előző videóban beszéltem a technológiák elterjedéséről. Oké, akkor menjünk, nézzünk rá egy picit a csártra, hogy mi történik a csárton. Ugye a csárton azt látjuk, hogy a bitcoinnak volt egy masszív kitörése, ez ugye több mint 15%-os emelkedés volt, és jelenleg azt egy bull flagben konszolidálja. Volt ugye múlt hét végén egy hamis kitörés, ami ugye hétfőn egy óriási dámban végződött, viszont ugye az alsó trendvonalunk itt kialakult, és ez megfogta, jelenleg itt visszapattan, úgyhogy amit a Patreonon csináltunk, ha megnézzük a négy óráson, itt ugye két nappal ezelőtt, ha jól nem hiszem, két nappal ezelőtt a, kiadtuk azt, hogy akkor itt a csatorna alján longolunk, és ugye itt jelenleg egyébként meg sortolunk. A, ilyenkor, amíg egy csatornában vagyunk, mindig az aján longolunk, a tetén sortolunk, egyébként, ha meg kitörünk, akkor longolunk, de ugye itt lehet ez a hamis kitörés, amit ugye láttunk előbb a Twitterem. Értem szeren, én azt gondolom, hogy ez fog itt megtörténni, én adok esélyt ennek a hamis kitörésnek, de addig is a csatornában ezt nagyon szépen tudjuk kereskedni. Csak úgy, mint ugye például, ha ránézünk a kony részvényre, amit a trading 2.12-n kereskedünk. Most már bőven, ugye itt október végén nyitottuk ezt a longot, illetve nem longot, mert vettük. Azóta több mint 100%-a van feljebb a coin részvény, ez a coinbase a részvénye, úgyhogy frankó. Az Ethereum még nekem egy ilyen kis alvó óriás, még nagyon nem indult meg, viszont hamarosan megfog, elpattant ugye itt a trendvonalunkról, longban vagyunk, az igazi nagy megindulást azt még várom a Etheron kapcsán. Nagy kedvencünk, ImmutableX, már egész évben csártoltunk folyamatosan, most kitört újra ezzel a kitöréssel, amit ugye itt a, a múlt heti csártoláson csináltunk. 60%-os pluszban vannak azok, akik ezt lekereskedték a Patreonon. Ingetti protokoll kitört, elérte célárát, 100%-ot csinált az, aki múlt héten követte a trédjeinket. Kászpa is egyelőre uh, kitörésben konszolidálódik, de a kászpát itt az úton fölfele folyamatosan kereskedtünk rengeteg-rengeteg long pozícióval, és talán még uh, az STX az, ami azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes uh, ráfigyelnünk, illetve hogy a rendőr is uh, megindult, és a rendőrnél is ugye folyamatosan vannak uh, gyönyörű long trédjeink. a rendőrnél ez a long, amiben jelenleg vagyunk, ez ha lemérjük, hogy mennyi hozott a kitörés óta 33%. Ha ezt 10-es csinálod, amit ugye e, meg tudunk tanítani, hogy hogyan, az e, ugye 300%-ot jelent. Esfant rallazik tovább, gyönyörű, gyönyörű, konszolidálódik, nézzük, hogy lesz-e kitörés, gyűjtjük. Ugye a Lunchpaden fogjuk leginkább használni az Esfant tokent, úgyhogy ezt nem is adjuk el. És az STX-nél ugye volt egy trédünk, ez a tréd gyönyörűen hozott. 84%-ot, és ugye mostani kitörésben is már pluszban vagyunk, úgyhogy ez körülbelül meg 13%-ot. Szuper, ezeket a trédeket a Patreonon kereskedjük, minden héten csinálunk egy technikai egy trade hogy megnézzük a csártokat, hogy te is be tudod azostani, hogy mikor, mire készülünk, és nem minden coin ö, kereskedünk le, megnézünk általában ugye dollár erősség, bitcoin, ethereum, bitcoin dominancia, S&P 500-as arany, és kb. 20-30 altcoin -t. Olyat is, amit mondjuk a, a patreon tagok kérnek, ö, és megnézzük, hogy hol van lehetőség, nem mindegyiknél van. Ahol van lehetőség, az szépen nekiállott követni, nézed napi szinten, és amikor elértünk oda, akkor bum, elindulhat a trade, akár spoton, akár tőkátétellel. Itt még ugye beszélünk a CryptoMinds Pro Patreonon, a fundamentális elemzések is jönnek, itt lesznek a, a 10x és a 100x kihívás, hogy megtiszterezzük az egyikben a másik portfólióban, meg százszorozzuk a portfóliót ebben a bika piacban, itt fogjuk közétenni valamint az airdropokat, a farmokat, a launchpadeket, az új projekteket, azt mind itt fogjuk tárgyalni, hogy gyere, és hogyha most decemberben vásárolsz, akkor a karácsonyi ajándékom neked, hogy a netto ár 40%-át cashbackben visszakapod, ezt hetente egyszer fogjuk kiküldeni, úgyhogy ne légy türelmetlen, nem azonnal küldjük ki, erre még nincs automata metódus, hetente egyszer ki fogjuk küldeni, úgyhogy meg fogod kapni egy Binance Smart chain azaz bep as saját cím, ami lehet, lehet Metamask, lehet SafePal, lehet Trustwallet, de saját cím legyen, BSC20, mert tokent fogunk küldeni, úgyhogy gyere, élj ezzel a lehetőséggel, indulj el, és használd ki az előnyödre. Szuper! Akkor, ugye nincs más hátra, mint előre, várunk a grátis webinárokon, ma egy fantasztikus Web3 DeFi AI-jal érintett grátis webinárunk lesz, gyere, feltétlenül 20-30-kor tartjuk, hétfőn is lesz egy grátis webinár, akkor szerintem az Aladdin botot fogjuk elhívni, illetve ö, kedden ugyanúgy a mesterséges intelligencia kereskedésben lesz a, a témánk. Várunk szeretettel a Twitteren, ahol rengeteg hasznos tartalmat állsz, valamint ugye a Telegram csatornán, ahol légy aktív, illetve gyere be az egyes projektjeink Telegram csatornáiba, gyere akár a Trading csatornába, gyere akár az egyéb csatornába. Púznál is megy a karácsonyi akció, érdemes belenézni, ezeket például megtalálod itt a Trading csatornán. Örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, csodás hétvégét találkozunk a következő videóba. Hello, hello, szia! készülünk a karácsonyra. Hajrá! Aranyozott érme, legalábbis a legjobb tudomásunk szerint. Aranyozott érme, hol tudod megrendelni? Link a leírásban.